Az Anus ZCE 540 NW1-es típusú szabadon álló elektromos tűzhely, 50 cm széles, 60 cm mély és 85 cm magas. Ez a modell A energiaosztályba tartozik, nettó 56 literes a sütőtere. Két egyforma méretű főzőzónát találhatunk, a bal elsőt és a jobb hátsót. A bal első, ami piros ponttal van jelölve, ez gyors felfűtésű, szintén egyforma méretű a bal hátsó és a jobb első zóna is. A főzőfelület hátuljánál pedig egy praktikus gőzelvezető nyílást találhatunk, a sütőben keletkezett gőz és pára itt tud távozni. Úgy van kialakítva a kezelőpanel, hogy bal oldalt a két bal oldali, jobb oldalt a két jobb oldali főzőzónát tudjuk szabályozni. 1-től 6-os fokozatig állítható be a főzőfelületek teljesítménye. Bal oldalt található még a hőfokszabályzó, 50-től 250 fokig tudjuk állítani a sütő hőmérsékletét, a kis kontrollámpa akkor alszik el, ha elérte a beállított hőfokot. A jobb oldali főzőzóna kapcsolók mellett található a sütőfunkcióválasztó, külön kapcsolható a sütővilágítás, alsó-felső sütés, ami pizzasütéshez is optimalizálva van, nedves sütőtér, csak alsó sütés, felső sütés grillel, grill és alsó sütés, illetve alacsony hőfokú sütés található rajta. Kényelmes nagyméretű ajtónyitó fogantyúja van, a panoráma ablaknak köszönhetően jól látható, hogy mi történik a sütőtérben. Könnyen szétszedhető és tisztán tartható a dupla üvegezésű sütőajtó, az üvegrétegek között is tudjuk takarítani. A sütőtér úgy van kialakítva, hogy a sarkok le vannak kerekítve, így könnyebb a tisztántartása. Tartozékként van hozzá egy grillács, illetve egy sütőlemez. Alul egy praktikus edénytárolót találhatunk. A tűzhely bekötését a területileg illetékes márkaszerviznek vagy számlaképes szakembernek kell elvégeznie. A energiaosztályú szabadon álló elektromos tűzhely, egyszerű, könnyen kezelhető kezelőpanellal.